Jó napot, jó estét a heti jégbüfé nézőinek! Ezúttal a Tények és tanok sorozatban megjelent olyan könyvet és olyan szerzőt mutatok be, akinek a létezése számomra különösen fontos, mert hogy én is a hallgatója voltam ezelőtt 20 évvel egy doktori iskolában, és annak a doktori iskolának az volt a jellegzetessége, hogy maguk a jelöltek, a doktoranduszok válogatták össze, hogy kiktől szeretnének tanulni, ez az akkori színművészeti egyetemnek a sztoria, és mindenki kíváncsi volt Plé Csabára, és annyira élvezetes volt őt hallgatni, hogy nagyon örültem, amikor most megláttam a könyvét, és elhatároztam, hogy azonnal megkérem, hogy jöjjön el, és beszéljen az életéről, és a könyvről is, mert nagyon-nagyon élvezetesen tud beszélni, és remélem, hogy önök is így fogják találni. Tehát itt a kulturális termék megjelenítés, Árnyak címen, ez egy nagyon érdekes kötet, mert ugye a professzor úr igazából ad egy kis betekintést a saját élete történetébe, egy kicsit a saját tudományának a létezésébe is, tehát ilyen fogalmi elhatárolásokat is lehet benne olvasni, ami szerintem nagyon érdekes, és utána pedig egy csomó olyan szereplőt, a tudományának olyan szereplőit, akiknek a jelentősége az nem csak az önök számára, a szakemberek számára van meg, hanem ha akarnánk, akkor a számunkra is jelentőséggel bírna a létezésük, csak nem tudjuk a neveiket. Úgy nagyjából jól kategorizáltam, hogy mivel foglalkozik a könyve. Igen, köszönöm szépen a meghívást. Egy kicsit hadd javítsam ki, Katalin, amikor ön járta doktori iskolába, akkor még színház és filmművészeti főiskola volt szerintem. Igen. Hát épp akkor volt épp akkor egyetem felé. Pont azáltal, hogy doktori iskolát hozott létre. Szóval a maga a könyv valóban három különböző típusú írást tartalmaz, és különböző célokkal készült. Az eredeti célom nekem az volt a COVID hát lezárások alatt elkezdtem írni elhunyt kollégáimról, olyan kollégákról, akik fontosak voltak az életemben, és szerintem maradandó szakmai mondani valót is hordoznak, és megpróbáltam valahogy, azért is a könyv címe az, hogy Árnyak, hogy az ő életükről és jelenlétükről meglévő emlékezeti árnyakat az én fejemből leírjam, mert azt látom, hogy nagyon hamar elmúlnak az emberek, elmúlik a ténylegesen élő, alkotó emberek nyoma. Eredetileg csak ennek szántam én, és nem is mutattam meg senkinek, mert nem azt akartam, hogy ez egy közösségi emlékgyakorlat legyen, hanem az én emlékeimet köré szerveztem a dolgokat. Egy embernek mutattam meg, Dávid Annának, akit régóta ismerek, és most Anna a magvető igazgatója, de én még az Osirisből ismerem, amikor tudományos könyveket szerkesztett ő a kiadó részéről, én meg a szakma részéről. És Anna elolvasta, és nagyon határozott, ő kiváló szerkesztő, de kiváló, hogy mondjam, könyvérzéke is van, hogy mi az, ami elvisz egy könyvet, és azt mondta, hogy ugyanezt magamról is meg kell írni. Tehát a és saját rész, az eleje. A saját rész, a könyv eleje, az valójában a kiadó kérésére született meg. Eredetileg én nem akartam memoárt írni, de utána akkor kénytelen voltam összeszedni magamat. A könyv közepe pedig, ahogy ön is mondta, az egyszerűen egy tudományos életpályának a közepe azok a tartalmak, amivel foglalkozom. Uh-huh. Tehát megpróbáltam egy kicsit összefoglalni, hogy 4 évtized pszichológiai és nyelvészeti munkáiból milyen üzenetem van nekem arra, hogy hogyan csináljuk a tudományt, meg mit tudunk ma az emberről, szóval próbáltam egy ilyen emberképi vezérfonalat is beletenni a közepébe, ami úgy is lehet mondani, én azt kicsit száraznak tartom, de ugyanakkor az az én mondjuk, hogy pszichológusi, meg nyelvészi arszpoétikám. Tehát egy világnézetet próbáltam beleírni. Így van. Én azt szeretném egyrészt, hogyha beszélhetnénk az életéről, mert hogy nagyon érdekes és nagyon, nagyon ilyen Magyarország 20. századi létezésére jellemző módon egy nagyon érdekes koktél családból származik. Igen. Hát igazából én szerintem minden embernek érdekes az élete, hogyha megjelenítjük, és a legtöbben
Európának ebben a környékén, ahol élünk, elég vegyes koktélokból származunk. Valóban nekem mind az apai, mind az anyai ágon az eredetileg bányavidékeken élő munkás család, részben bányászok voltak, részben a bányához kapcsolódó lakatosok, kocsmárosok, és így tovább. Mind a két ágon természetesen a nagyszüleim szintjén nagyon nagy családról van szó, 8-10 testvére volt a nagyapámnak, meg a nagyanyámnak, az anyai nagyanyámnak is. Azért anyai nagyanyámat emlegetek, mert anyai nagyapámat nem ismertem, ő csak egy legenda volt a családban. Ő 44-ben a Dorog körüli tankcsaták kapcsán egy orosz repesztől elhunyt. Tehát én soha nem ismertem őt, én 45-ben születtem. Szóval, hogy mind a két oldalon igazából én nem értelmiségi családból jövök hosszú távon, vagy hogy mondjam. Hát aki az ön munkásságát ismeri, vagy önt ismeri, az meglepő. Az az első meglepetés, hogy első generációs értelmiség. Igen, igen. Hát nem hiszem, hogy ez olyan nagyon meglepetés lenne. Én az 50-es, 60-as években nőttem fel, az akkor mindenféle raffináltságokkal létrehozott általános iskoláztatási rendszer. Ugye az általános iskola az egy nagyon nagy harc közepette megszületett intézmény volt a 40-es, 50-es évek fordulóján. Sok minden rosszat lehet róla mondani, ami azután történt vele 40-50 év alatt, de akkor az egy integratív lehetőség volt az ambiciózus gyerekek számára, hogy mindenféle dolgot megtanuljanak. Tehát én valójában, ha úgy nézem, úgy lettem értelmiségi, hogy ennek egyszerre vagyok persze a családnak, meg a család ambícióinak és erőfeszítéseinek, meg feszültségeinek, de annak a társadalmi csatornának is a terméke, amit a akkori, hogy mondjam, kierőszakolt, egységesített szocialista oktatási rendszer megteremtett, mint lehetőséget. Ezt komolyan mondom. Az utolsó társadalmi mobilitás, amire visszatudunk én gondolni, is az az egységes iskola híve vagyok, én nagyon aggasztónak tartom azt, hogy a mai világban olyan mértékűvé vált a magániskoláztatás, én az egyházi iskolákat is magának tartom ebből a szempontból. Tehát a középiskolától, de már az általános iskola, tehát mondjuk a 10 éves gyerekkortól kezdve hihetetlen korán végbe megy egy beszűkülése a pályáknak. Ezt én nagyon, ebben nagyon sok gondot látok a társadalmi mobilitás szempontjából. Na de igazából egyébként a társadalmi mobilitás azt is meghatározza, hogy azok, akik most különböző alapítványi iskolákban vannak, vagy egyházi iskolákban, azok nagyon azonos társadalmi hátterűek. Tehát már amikor bementek, úgy van, igen, igen. Na most hát azok az iskolák, amikben én jártam, nem ilyenek voltak. Én hosszú ideig falun nevelkedtem, Dunabogdányban, harmadik osztályos korra, amíg oda jártam iskolába, oda jártam óvodába, ahol nagyon izgalmas feszültségek kezelését kellett megtanulja a gyerek, mert mi egy alapvetően sváb faluba oda költöztetett magyar telepesek voltunk. Ezt a szót, hogy telepesek, így ez volt a nevünk a közösségben. Úgy is hívták, persze, tehát ez nem csak egy tudományos terminus, ők telepesek. Én azt hittem egyébként. Telepesek, de mi nem is voltunk, a mi családunk nem volt telepes, mert azt is jelentette ez a telepesség, hogy ezek részben a kitelepített svábok helyére telepített részben felvidéki, részben környékbeli más falvakból jövő magyarok voltak, de mi ebbe se tartoztunk bele, mert mi nem szervezetten kerültünk oda, hanem valahogy a dorogi bánya, ott élt még a bányász szolidaritás, tehát a bánya a özvegyen maradt nagyanyámnak, aki egy szolgálati lakásban lakott, keresett helyet, hogy hova helyezze el, és annyira gondoskodott róla a csúnya 50-es években is, hogy minden évben Dunabogdányban megjelent ősszel valamikor októberben egy hatalmas teherautó szén a dorogi bányából. Ami elég fantasztikus. Ami elég fontos volt a túlélésünk szempontjából. Jó, szóval telepesek, de mondom, a telepesekből is kilógtunk, mi máshogy is kilógtunk, a legtöbb
magyar, tehát itt az arányokat úgy kell elképzelni, hogy akkoriban körülbelül 2000 ember élt Dunabogdányban, és ebből 150 volt magyar, mármint etnikailag magyar. A többi sváb. A többi sváb volt, igen. De az abból is kirogtunk, hogy a magyarok javarészt reformátusok voltak, és mi miközben magyarok voltunk, katolikusok voltunk. Ez egy nagyon zűrzavaros világ volt, de ehhez a kisgyerekként is meg kellett tanulni alkalmazkodni. Meg kell tanulni alkalmazkodni ahhoz is, hogy hát a nagyanyám egy nagyon hívő asszony volt, de nem járt templomban, mert meg volt sértődve a papokra, egyszerűen azért, mert annak idején Dorogon két ilyen spanyol, magát Spanyolországba kicsempésző ellenálló kommunista testvére volt, és ezért nagyon piszkálgatták a papok, ezért nem szerette a papokat, de nagyon hívő volt. De bezzeg magát be, de engem, így van, engem beiskoláztak minisztránsnak, a templom melletti házban laktunk, úgyhogy én minden reggel az iskola előtt a 6 órási misén minisztráltam. Hát nem minden reggel, de a gyerek fejbe ez így tevődik el, hogy minden reggel. És a jéghideg templomban. A jéghideg templomban, egy gyönyörű világos templomban. Amikor én Pestre följöttem, nagyon furcsa volt látnom a sötét, mondjuk a gótikát utánzó sötét katolikus templomokat. A Bogdányi templom valamikor a 30-as években épült, az egy nagyon világos templom. Világos ablakai vannak, és egyszerűen világosság van a templomban. Nagyon különös volt utána a sötét templomokat látni. Szóval nagyon sok mindent megtanult az ember, és akkor utána Pesten a Mester utcába jártam iskolába, általános iskolába is, a Mester utca 19-ben, erre nagyon büszke vagyok. A Mester utca tele volt oktatási intézményekkel, ezt a könyvéből tudom. Ez az iskola, ahol én jártam most, Molnár Ferenc kéttannyelvű iskola egyébként, angol-magyar. Na most oda, és gimnáziumban, meg a Fáy gimnáziumban jártam, a Mester utca és a Haller utca, akkor Hámánkató útnak hívták, sarkán. És mind a két hely olyan volt, ahol, ugye mondtam, Bogdányban a etnikai feszültségeket és ezek kezelését tanulta az ember gyerekként, itt meg a különböző társadalmi rétegeket. Tehát itt a muzsikus cigány gyerekektől kezdve a sebész főorvos gyerekéig, és körülbelül egy olyan 20%-ban Sziget-Szent Miklóson meg Dunaharasztiból bejáró paraszt gyerekekig a legkülönbözőbb emberekkel vagy diákokkal jártunk össze, még most is tartjuk egyébként a kapcsolatot. És ez különböző családokba való bejárást is jelentett annak idején, igen, nem? Az emberek akkor ugye nem volt még internet, a telefon, hogy mondjam, eléggé szűkös volt. Igen. Tehát ténylegesen fizikailag bejárt egy gyerek a különböző háztartásokba, a családokba, nagyon jól ismert őket. Én még külön ismertem azért is, mert hát elég szervezett, okos, jó tanuló gyerek voltam, tehát 3-4 osztálytársamat korepetálgattam. Úgyhogy a legkülönbözőbb családokban volt bejárásom, és szerintem ez egy életre szóló muníciót adott ahhoz, hogy hozzá vagyok szokva, hogy a legkülönbözőbb szociális helyzetű emberekkel kommunikáljak, az nem feszültség önmagában, és így tovább. Tehát ez a típusú társadalmilag vegyes iskolázás is egy nagy előnye volt annak a helyzetnek, amiben én fölnőttem iskoláskoromban. Azt szeretném még egy pillanatra megállítva a könyv alapján kérdezni, hogy nem a szüleivel nőtt föl, legalábbis az élete első szakaszában, ugye harmadikig hát a nagymamájával élt. Igen, igen. Mert a szülők Pesten dolgoztak. Vagy hát nem a tudom szülők miért. Pesten dolgoztak, illetve nagyon hamar szétmentek. Én olyan 3 éves lehettem, amitől kezdve ők nem éltek együtt. De ez okozott gondot az ön lelki fejlődésében? Mert hát azt mondják, biztos, hogy a gyerekkor az nagyon meghatározó. Hát valamilyen értem most... A maga tudományából hallottam harangozni hát sokat erről. Sokat szenvedtem, amiatt különösen hiányzott az anyám, de valójában érett felnőtt fejjel azt látom, és akkor sokat hibáztattam nyilván a szüleimet, hogy nem törődnek velem eleget.
valójában ez egy elég drámai kapcsolat volt. Anyám 20 éves volt, amikor én születtem. Apám 25. És tehát a kapcsolatuk az nagyon korán és nagyon drámai körülmények között a háború alatt alakult, ott a Dorog körüli ostromgyűrű világából menekültek ki. És hát ezt én ma 71-néhány éves fejjel megértem, hogy lehet, hogy ez egy rosszul sikerült kapcsolat volt, szóval, hogy mondjam, ma már nem vádaskodom a szüleimmel, de visszatérve, a nagyanyám egy rendkívül gondoskodó nő volt, ez anyai nagyanyámról beszélek, özvegyen maradt, és két lánygyereke volt, három lánygyereke volt, az egyik az édesanyám a legidősebb, két másik lányjal együtt nevelkedtem, tehát mindig, miközben én egyke gyerek vagyok a szó jogi értelmében, mindig nagy családban éltem, nagyon sokféle kapcsolattal, és ez azért nagyon jellemző volt, hogy ebben a, mondjuk, hogy a nagyok, a felnőttek számára is idegen új világban, hiszen ők is akkor kerültek oda Dorogról, illetve pontosabban Anna völgyről erre, ebbe a faluba, hogy alkalmazkodniuk kellett egy új helyzethez, és ebben a helyzetben én a női alkalmazkodási mintákat nagyon megtanultam. Tehát nem vagyok nagyon szakmai harcos ember. Nem, ez... Azt akartam kérdezni, hogy szakmailag vált hasznára, vagy egyébként az életben? Nem, ez az életben vált hasznomra. Működéséhez. Ebből sok kritika is kapok a kollégáimtól, meg szeretett személyeimtől, hogy nem vagyok egy harcos alkat. Ezt akkor tanultam meg, szóval a nagyanyámnak olyan bibliai jelszavai voltak a nevelésben, hogy a megdobnak kővel, dob vissza a kenyérrel. Ezt az attitűdöt tanította nekem. Hát ez nem a 21. századra való. Nem a 21. században való. Már igen. A 20-ra se nagyon. De... Igen. Meg hát a másik attitűd, amit tanított, ami nagyon fontos volt, ő egy hihetetlen munkabíró nő volt, eltartotta valójában a három gyereket, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Tehát mi egy szorgalmas família volt. Miközben nagyon szegények voltunk, nagyon szorgalmasok voltunk. Nagyanyám egyszerre volt mosónő, mozi egyszedő és konyhalány, nyáron konyhalánya falu melletti valamelyik pesti úri üdülőben. De gyakorlatilag azért magát is ő tartotta el, nem? Engem is ő tartott el. Igen, szóval tulajdonképpen... És a mamája meg időnként megjelent, mint egy igazi úri lány. Hát cigarettázott nadrágot hordott. Nem úri lány volt. Nem a modern nő volt? Pesti nő volt. Pesti nő volt anyám a faluba megjelenve, hogy mondjam, egy provokatív nő volt. Nadrágba járt az utcán, cigarettázott az utcán. Szóval számos megjegyzés kísérte megjelenéseit. Ő valójában, ha az ő személyes drámáját nézzük, ő egy olyan emancipált nő volt, akinek nem volt ehhez valami értelmiségi foglalkozása, egész életében ilyen alacsony szintű irodista volt. Én azt hiszem körülbelül 6 osztályt járhatott a akkori iskola rendszerben. És ugyanakkor egy nagyon emancipált női attitűddel élte az életét, és ez egy állandó feszültség volt szerintem az ő saját életében. Tehát de ha ő Pesten élte ezt az életet, az nem kellett, hogy feszültséget gerjesszen. Tehát más irodisták nem, is... Nem, de az a feszültség, igen, hogy modern nők hogy voltak. Modern nő vagyok, de ugyanakkor nincsen olyan hivatásom, amivel az összes modern vágyamat, álmaimat meg tudnám valósítani. Ja, és ön ezt később megtapasztalta nála, hogy igen, volt? Igen, aha, értem, igen. Értem. Tehát egy álmodozó, tehát miközben egy nagyon emancipált nő volt, ugyanakkor tele volt álmokkal, ő volt az a típus, aki állandóan Molnár Gábor és mások expedíciós könyveit olvasgatta, hogy milyen jó lenne utazni, miközben ott ült egy lakótelepi lakásba bezárkózva. Na de ugyanaz a nagymama, aki magát nevelte, ezt az édesanyját is nevelte, nem? Igen, igen. Ez igaz. És az a szorgalom, meg az az attitűd, amit magába belenevelt. Jó, hát anyám is nagyon szorgalmas nő volt, nagyon szorgalmas.
hogy mondjam, munkacentrikus. De lehet, hogy magára jobban hatott a nagymama, nem? A nagymama biztos, hogy jobban hatott. Hát a kulcs éveimben ő az az első szereplő, akire emlékszem az életemből. És amikor felkerült Budapestre, ezekkel felvértezve, ezekkel az alkalmazkodási képességekkel. Hát a pesti család is egy meglehetősen az a papa családja volt? Édesapám családja. Ott a bonyodalom az, és az elején említette szerkesztő asszony, hogy ilyen keverék család vagyunk, hát ebből a szempontból is nekem a apai nagyanyám orosz. Nagyapám az egy ilyen kicsi Heves-megyei faluból jövő nagy családból elvándorolt utolsó Benyámin volt, asztalos segédnek tanult, sokfelé járt, Felvidéken, Németországban, utána fiúméből sorozták be, és hadifogoly lett. Omszkba volt hadifogoly, és valahogy a tábor császára volt, kibejárt a táborból. Én úgy gondolom, de hát ebben van egy kis legenda, hogy azért gondolom, mert nagypapa az egész életében egy abszolút bor nem issza ember volt, miközben aztán Egerben élt. Én szerintem vodkát csempészett kibe, mert rá lehetett bízni, mert nem itta meg. Minden esetre kibejárt a táborról, és így ismerkedett meg nagyanyámmal, és elvette. Nagyanyám egy gyönyörű, sudár, nagyon magas orosz nő volt, és egész életében megmaradt az orosz jellege. Egyrészt nagyon emocionális volt, nagyon szupportív, most a apai nagyanyámról beszélek, nagyon támogató, de az orosz jelleg úgy is megmaradt, hogy miközben már 40 éve itt élt Magyarországon, és magyarul beszélt, amikor érzelmileg érintett helyzetben volt, akkor elkezdte oroszul ragazni a magyar szavakat. Hogy te milyen szemtelenztvőj? Szemtelenztvőj? Te milyen szemtelenztvőj? Jól egyeztette, ugye, hinnevővel. Ez te szemtelenztvája. Te szemtelenztvája, mondta a lányának. Igen. De mondom, csak ilyen érzelmi dolgok. Hogy keletkezik a nyelvész magában? Igen. Ezek voltak valószínűleg. Hát valószínű ez is, meg a Sárfalu is, ugye, akkor Rákosi korszak ide vagy oda, Bogdányban hatalmas hatalma volt a katolikus egyháznak, egyrészt, másrészt az utca nyelve még a sváb volt valójában. Tehát mint gyerek állandóan... Megtanult németül? Nem tanultam meg németül. Nagy nyelvhatár volt a magyarok és svábok között. A magyarok nem... Nem voltak hajlandók? Nem, hanem a svábok nem voltak hajlandók elfogadni, hogy a magyarok próbáljanak németül beszélni. Tényleg? Ja, du bist ungarisch. Ja. Kajdáisch. Igen, igen. Szóval, de minden esetre a nyelv iránti érdeklődés biztos, hogy ezekből a helyzetekből fakadt, hogy a többnyelvűségi helyzetet azt nem tankönyvekből ismertem meg, hanem az élet tényeként 5-6 éves koromban. És a pesti család az édesapám és a nővére, a nővérének a férje, Pallagi Antal gépészmérnök, a két unokatestvérem, a nagymama, tehát ez egy ilyen elég nagy család, és akkor még ráadásul mindig voltak albérlők is, mert ugye 50-es évekről beszélünk, túl nagy a lakás, albérlőt kell odavenni, tehát mindig egy, mondom, miközben ha ilyen hivatalos dumákat adunk le, én egy ilyen válási árva gyerekként kellett volna éljek, mindig egy nagy családban nőttem fel, ami nagyon sok készséget adott természetesen, sok feszültséget is teremtett, de sok készséget. És az orosz nagymamától oroszul nem tanult, meg csak ragozni? A nagymama nem beszélt oroszul. Ő valójában, miközben mondom, érzelmileg és számos ilyen dologban megmaradt a orosz kötődése, a szovjet-orosz világgal semmi kapcsolata nem volt. Nem beszélt velünk oroszul, oroszul énekelgetett az unokáiknak, tehát a bölcsődalokat oroszul lehetett tőle hallgatni, de beszélni nem beszélt. Én amikor orosz kollégáim lettek itt Pesten, akkor megpróbáltam őket rávenni, hogy beszéljenek oroszul nagyanyámmal, és hát ők arra jutottak, hogy milyen érdekes, régiesen beszél.
hát forradalom előttien beszélt, ugye? Mert ő 1920-ban már Magyarországon volt. Tehát ő a Lenin előtti szovjet-orosz előtti orosz beszélte. Igen. Nyilván ez szókincsben még. Igen, olyan könnyű lett volna elképzelni, hogy a nyelvek iránti szenvedélye az a két nagymamából, illetve nem a nagymama, az egyik környezetből, a sváb környezetből, igen, meg az orosz nagymamából ered, de ezek szerint nem, hanem azok csak egy ilyen lepkeszárnyi lenyomatot hagytak. Fejlődésén. De befolyásolta a nyelv iránti érdeklődésemet, mert kisgyerekként is állandóan mindenféle teóriáim voltak a nyelvről. Én azt hittem, bevallom, hogy a 5-6 évesen, hogy minden nyelvben ugyanazok a szavak vannak, csak a betűk össze vannak keverve. Azért mondom ezt, hogy betűk, mert már nagyon korán megtanultam olvasni óvodáskoromban magamtól, és akkor úgy gondoltam, hogy minden nyelvben ugyanazok a szavak. Ugye ez a szómágia, hogy azt gondolom, hogy a szó és a fogalom azonos, és azt gondoltam, hogy csak össze vannak keverve, és meg kell azt a titkos kódot kell megtalálni, hogy hogy van összekeverve németül, és akkor már fogunk tudni németül is. Ez szép, hogy ilyen kódfejtésre tippelt, mert ez is azt, igen, jelenti, hogy a matematika és a nyelvészet az valahol az agyban a hasonló területet fog lelni, nem? Hát valahogy, mert mindegyikben egy szerkezeti mozzanat az, ami különlegessé teszi. És a struktúrák iránti fogékonyság az, amitől valaki nyelvész lesz, vagy matematikus? Hát... Na jó, nem kérdezek ügyességeket. Figyelj ide, struktúrák iránti fogékonyságból nem csak nyelvész és matematikus lehet valaki, hanem absztrakt festő, vagy modern költő is. Tehát a struktúrák iránti... Gondolja el, hogy egy Vörös Sándor milyen mértékig érzékeny a struktúrák iránt. Tehát az sok minden egyéb tehetség, aha, határozza meg, hogy mi lesz ebből. Ezzel teljesen összerombolja az én elképzeléseimet, mert én simán elintéztem, hogy az agyamnak az a része nekem hiányzik, tehát ami így a matematikával, igen, és nyelvvel kapcsolatos, a másik része viszont, ami az irodalommal, az működőképes. De hogyha azt mondja, hogy egyébként ezek egymásra másolódnak, tehát Vörös Sándor például úgy lehet jó. Hát most gondolja el, amikor áll kínai verseket ír, és azokat lefordítja, és így tovább. Micsoda játék, de hát nem csak Vörös Sándor, a mi korosztályunk, tehát következő nemzedékben Eszterházy Péter. Az ugye? Nagyon megvan nekem. Tehát, és hogy ott is állandóan, csak ő nagyobb struktúrákkal játszik. Na de és ráadásul matematikus volt eredetileg. Igen, igen. És a gráf elmélettel szórakoztatta, igen, igen, önmagát, meg abból írt, igen, azt hiszem, szakdolgozatot. Ja. Akkor most sajnos, mert fogy az időnk, ugorjunk el az egyetemig, hogy azt gondoltam, valahogy az következett, hogyha szépen elolvasom a könyvnek az első harmadát, hogy maga megy a bölcsészkarra, és, igen, tanulni fog irodalmat, meg nyelvészetet. Hogy jött ebbe bele a pszichológia? Tudom, hogy eredetileg így is volt, de mi volt a kevés, vagy mi nem eléget? Jó, hát nyilván a saját, nyilván belejátszottak, bár ezt a könyvben nem nagyon feszegetem, de a saját konfliktusaim, ez az egész a serdülőkortól kezdve az ember újból átéli a családdal kapcsolatos feszültségeit, mint elvált szülők gyermeke, meg minden. Szóval volt egy önismereti igény, ez biztos, hogy volt. De volt egy másik is, én igazából engem a modern filozófia érdekelt, akkoriban olyan filozófia, amit ma inkább már ironikusan tekintek, a egzisztencialista filozófia. Tehát mondjuk így, hogy az életvezetés és a szabadság problémájával persze meg tudom érteni, hiszen ami átjött Sartre-ból és Camus-ből egy gimnazista számára Pesten, az a szabadság szó volt. És ne felejtjük el, hogy 1962-63-ról beszélünk. A szabadság szó egy nagyon különös vonzerővel bírt egy olyan gyerek számára, aki én a Kilián laktanya mögötti házba laktam. Aha. Tehát ott éltem át az egész forradalmat, 11-12 évesen. Jó, szóval a szabadság volt az, ami engem izgatott a filozófia egész problémájában, de úgy gondoltam, hogy a bölcsészkaron azért marxista maszlagot tanítanak. Ez kritikusan, akkor is már kritizista volt egy gimnazista, és akkor úgy gondoltam, hogy hát a
pszichológia van ehhez legközelebb, ami azért mégiscsak tényorientáltabb dolog, mint a filozófia? Mint a marxista filozófia. Igen. És valahogy ezeknek a különböző dolgoknak a kombinációjaként lettem magyar pszichológia szakos, akkor két szakosként kellett indulni, és utána... Bocsánat, csak visszautalok arra, hogy elég elképesztő módon azt olvastam, hogy megtagadta az úttörő létet, hogy ja, maga gyerekkorában. Hát, tehát, hogy volt valami, ami már egy szembenállást fejezett na ki. Na jó, hát igen, mert azért gondolja el, hogy mi, mint gyerekek azt éltük át, hogy nem akarok forradalmát varázsolni nem, magából. Nem, nem voltam hogy... forradalmán, onna csak jutott, azt éltük át, hogy ez egy nagyon furcsa, ránk erőltetett rendszer, már most a Kádár rendszer első két évéről beszélek, ami hirtelen megjelent az utcai forradalom és a forradalom elnyomása után. Ugye az ember azt látta, hogy az utca tele van halottakkal, a szegény oroszokat, ugye az emberek, a magyarokat elvitték, eltemették, az oroszok hetekig ott foszlottak, most november-decemberről beszélek, 56-ban, igen, foszlottak az utcán, utána egymást lapátolták, mint az egyik katona lapátolta a másiknak a darabjait föl a messzes teherautókra. És elvágta a lapáttal. Az egész szocialista eszményrendszer a mindenfélével az egy erőszak világába torkolott. És én pont egy olyan osztályba jártam, ahol két rendőrgyerek volt, ők nagyon lelkes úttörők lettek 57-ben, és ez úgy megadta a kontextust, hogy ne legyek úttörő. A mi osztályunkból alig lettek aztán úttörők, tehát számunkra az úttörő akkor, tehát most én 57 és 60 közti évekről beszélek, az úttörő az egy becsatlakozás volt ebbe a rendszer, az új rendszerbe. Igen, igen. És de azért egy pici halvány íze ennek a szembenállásnak mégiscsak megmaradt, hogyha nem akarta a marxista maszlagot, a filozófiát, tehát nem célozta be a filozófiát. Hát, hanem... Ja, de ez egész más, mint a politikai ellenállás. Sose lettem mondjuk később, mint egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens, sose lettem pártag például. Én mindig csodálkozom azokon az embereken, akik úgy könyvelik el, hogy szakmai karriert csak úgy lehetett csinálni, hogyha valaki pártag volt. Ez egy önbecsapás, az az igazság, így visszatekintve 40 év távlatából is lehetett csinálni. Biztos, hogy nem lehettem volna mondjuk dékán, de ki a fene akar dékán lenni mondjuk a 70-es, 80-as évek Magyarországán? Az, akinek a karrier a legfontosabb. És én valahogy szerencsésen olyan alkat voltam, akinek a karrier az egy mellékes. Egyébként, amikor az imént azt mondta, hogy hát biztos, hogy valamiféle a pszichológia tanulás felé azt fordította, hogy azért valamennyire megviselődött a gyerekkorában, vagy valami önérdeklődése kialakult, és azért választotta. Ez azért fura, mert ugye a kívülállókban él egy olyan sztereotípia, hogy az megy el pszichológiát tanulni, aki maga is sérült, és elsősorban rendbe hozza saját magát, vagy az az illúzió. Na most magáról, aki magát ismeri, az, vagy felületesen ismeri, ezt egyáltalán nem gondolta volna, például én sem. De hát, hogy nem ezt a benyomást teszi. Persze, mert mi közép-európai gondolkodásmódunkban mindannyian úgy képzeljük el, hogy a problémás ember olyan, mint Freud neurotikus esetei, tehát nagy hisztériái vannak, nagy kipakolásai, meg hirtelen összeomlásai, meg ilyesmi. Hát ez kétségtelen nem jellemző rám, de attól még magamban rágódhatok a problémáimba. Bárki rágódhat, igen, de valószínűleg az él előttünk, hogy egy ilyen beesett válló szemüveges, igen, szorongó, az, aki ki akarja magát húzni a bajból. Na de sokféle ember van. Sokféle ember van. Milyen örömöt talált a pszichológiában? Tehát megtalálta, amit keresett? Hát eredetileg én ilyen embersegítő pszichológus szerettem volna lenni, klinikai pszichológus. Ebben nagy szerepe volt, nekünk volt egy csillagzatunk, aki el volt tiltva az egyetemtől, de
szakmai gyakorlatokat vezetett Mérei Ferenc a Lipót mezőn. Ő volt egy ilyen, egy legenda, távoli ugye? Csillag, és én teljesen véletlenül az ő, hogy mondjam, először magát. Kiválasztott engem azért, mert különböző okokból én egy kollégám, mármint évfolyamtársam inspirációjára nyáron ilyen segédápolóként dolgoztam ott az elmeosztályokon, és akkor Mérei azt mondta, hogy hát akkor legalább te nem tévedsz el a házba. Úgyhogy a Lipót mezőn. Nem, a Lipót mezőn, ugye, ami egy hatalmas labirintus volt, és akkor a szakmai gyakorlaton valójában az ő laborjába közvetlenül a mellette levő szobába, akkor úgy hívtuk, hogy az előszobájába dolgoztam, és hát ő egy hihetetlenül inspiráló ember volt. Nehéz ezt ma megmondani, hogy mivel, egyszerűen az őszintességgel és nyitottsággal. Egy példát hagyj éreztesek, hát egy 20 éves, mit tudom én, 22-23 éves, még nagyon fiatal ember, első beszélgetésként leültet és megkérdezi, hogy miről szoktál napközben ábrándozni? Ugye nem kerülget, azt mondja, hogy na üljünk le a diványra, beszélgessünk, mint egy pszichonatikus asszociáljál, vagy valami, hanem őszintén megkérdezi. Az sokkoló volt, hogy az ember úgy gondolta, hogy ez egy olyan titok, hogy néha ő ábrándozik arról, hogy mit csinál. És akkor én bevallottam Méreinek, hogy arról szó, hogy mi leszel, ha nagy leszel, kérdezte. És elmondtam meg, hogy én arról ábrándozok, hogy tudós leszek, meg minden. És maga az akadémia ez a főtitkára leszek. Főtitkár helyettes voltam. Okay. De azt gondoltam, hogy ő megnyit, szóval, hogy ez egyben egy ilyen instrukciós beszélgetés is volt, bár ő soha nem adott utasításokat. De maga az, hogy miket hozott elő belőle, tehát ez ennek nagy szerepe volt, ennek is abban. A másik Barkóczi Ilona, aki a közvetlen témavezetőm lett aztán egészen a doktori disszertációmig, egy nagyon, hogy mondjam, szabadon engedő, liberális témavezető volt. Szóval ennek a kettőnek, Mérei inspirációjának, meg Barkóczi liberális irányító szerepének, mindjárt mondom, hogy mit értek azon, hogy liberális, köszönhetően lettem, hogy mondjam, tudós a pszichológiába. Szóval Barkóczi olyan volt, hogy leült beszélgetni, hogy mivel kéne magának foglalkozni, hát foglalkozzon a kreativitás és a motiváció kapcsolatával. Kész. Nem mondta meg, hogy mit kell csinálni, csak egy hatalmas doboz nyitott ki, és akkor én 5-6 évig ezt a dobozt próbáltam telerakni. Összesen, ha háromszor konzultáltunk a disszertációról, de tehát, hogy akkoriban még olyan vezetési stílus volt, és Ica ebben nagyon kiváló volt, hogy nem megmondtuk a diákoknak, hogy mit kell csinálni, hogy kapcsolódjon be az én munkámba, segíteni a tudós. Mutattuk, hogy fölnöket. Arra mennek sinek. Menjél el arra a vonattal. Ez ennyi volt az instrukció. Mert arra az valami fontos helyre vezetett. Hogy azt kérdezte, hogy megtaláltam a pszichológiában, amit szeretnék. Megtaláltam abban az értelemben, hogy szerintem a pszichológia egy hihetetlen fontos embertudomány, ami a bölcsészet, az embert foglalkoztató gondolatok világa, és az ember testi valója, a cselekvés, az egyéni szándék, az idegrendszer és a környezeti múltunk összekapcsolására törekszik, és ezáltal ma is, a mai világban is egy olyan mondani valót tud hordozni, hogy az ember nem egy kultúrába belökött biológiai lény, hanem éppenséggel egy olyan biológiai lény, akinek a biológiai különlegessége az, hogy maga állandóan kultúrákat és szabályrendszereket épít ki saját magára, gondoljunk csak a vallások létrejöttére és így tovább, tehát ahhoz nem kell vallásosnak jönni, lenni, hogy észrevegyük, hogy az emberek maguk hozzák létre a vallásukat, mint egy fontos szervező elvét az életüknek. Tehát a pszichológia egy olyan
tud hordozni egy világnézetet. Általában mi pszichológusok óvakodunk ettől. Én ma már elég öreg és tapasztalt vagyok, hogy ezt felmerjem vállalni. Ami nem lát ellentétet biológiai ember, kultúra és társadalmi ember között. Tehát mi például meg tudjuk mutatni kollégáim, a CEUN Gergely György és Sibra Gergely, például ennek a kimutatásában kiemelkedő szereplők, az ELTÉN, meg Király Ildikó és Forgás Bálint, hogy az embernek van egy olyan társas mivolta, ami biológiai mivoltából következik. Ez nem ugyanaz, mint a társadalom. Tehát a társas életnek mi nem egy pártitkár központú felfogását gondoljuk, ahol megmondja a pártitkár vagy a belügyminiszter, hogy hogyan kell gondolkodni, hanem azt emeljük ki, hogy az embernek van egy primér, elsődleges társassága. Ez már a néhány ez genetikai, hetes, tehát ez igen, ez egy néhány hetes csecsemőknél is megfigyelhető, különleges érdeklődés mutatnak az emberi arc iránt, nagyon hamar összekapcsolják azt, hogy az anya hova néz azzal, hogy mit mond éppen, és tovább, ez a nyelvelsajátítás kulcsa. Tehát ez a primér, hogy mondjam, társasság szerintünk a kultúra építésnek is a kulcsa az embernél. Hogy éreztessem ezt egy példával? Ebben a primér társaságban van egy olyan feltevés, ezt is Gergely György és Sibra Gergely hangsúlyozzák állandóan, hogy a gyerek, a későbbi lázadó gyerek, mikor még pici, állandóan hajlandó elfogadni az önkényeket. Gondolja el, hogy igaz, hogy az, hogy mikor kell lefeküdni, azon már vitatkozik a 3 éves gyerek, de azon, hogy ezt bögrének hívják, nem vitatkozik. Azt mondták bögre, akkor bögre. Gondolja végig, hogy maga a nyelv a gyerek számára egy önkényes rendszer. De ezt azért tudja kialakítani az önkényes rendszert, mert van egy beépített biológiai rendszere, hogy a fontos személyektől érkező önkényes dolgokat elfogadja. Ennek egyébként érdekes következményei vannak a mai társadalomra is. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy a populista politikusok gyerekké teszik a közönséget. És azt imádja a közönség. És a gyerekké tett közönség a populistának megint elfogadja újra az önkényeket. Miért? Tehát valójában, mert ezt a mechanizmust próbálja újra aktiválni. Most nem de lehet ezek szerint. Lehet. De most mi nem fogjuk elmondani, hogy hogy lehet ezt korlátozni. Én most csak azt akarom megmutatni, hogy mi a kísérleti pszichológusok meg tudunk mutatni olyan mechanizmusokat, amiknek nagyon negatív következményei is lehetnek a társadalomban. És szerintem az egyik fő jelszava a modern tudománynak, és ezen belül a pszichológiának is, hogy sapere aude, merjünk tudni, ez a Horáciusztól származó jelmondat egy fontos vezérelve a mai pszichológiának. Ne féljünk megismerni az embert olyannak, amilyen. Ez baromi szép végszó, de én a maradék 1 perc, 30 másodpercet ki akarom használni még, és azt szeretném megtudni, hogy ez a legnagyobb tanulsága a pszichológiának. Én még egy dolgot szeretnék kiegészítésről, hogy egészséges szuverenitást, azt hogyan lehet előidézni az emberbe? Igen. Arra tud válaszolni a pszichológia? Igen. Én szerintem úgy lehet előidézni, hogy az embernek, ugyanezek a csecsemő kutatások mutatják ki, hogy az embernek már kismaga korától biológiailag 2 öregsége van. Az egyik ez az odafigyelés az érzelmileg fontos személyekre, ami az önkények elsajátítását segíti. A másik pedig az állandó megkérdőjelező kíváncsiság. Mi állandóan kíváncsi lények vagyunk. És a ez nagyon fontos, hiszen a legtöbb állat, tudjuk jól a kis cicáinkról, néhány hónapos koráig kíváncsi, utána már nem olyan kíváncsi. Mi emberek különlegesek, még ilyen, hogy mondjam, szenior korban is kíváncsiak vagyunk. Mindig szeretnénk új dolgokat megismerni, és az újra való nyitottságon keresztül lehet elérni azt, hogy az ember társadalmilag és társasan is nyitott maradjon. A kíváncsiságon keresztül.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Ajánlom önöknek Plé Csaba Árnyak című kötetét, mert hogy nagyon sok részletben nagyon nagy élvezettel lehet elmélyülni, és további tudásokat megszerezni, és azt kívánom, hogy máskor is jöjjön és beszéljen, mert szerintem a pszichológiáról magáról én még hallgatnék magától ezt azt. Köszönöm szépen a bizalmat és a meghívást. Minden jót kívánok mindenkinek. Köszönöm. Heti Jégbüfé jövő héten is lesz. Nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra.